Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Már is mutatjuk a mai témákat. Az Izsáki út négysávosításának terveiről tájékoztatták a lakosságot. Bács-Kiskun megyét is elérte az influenza járvány. A változó szakképzési rendszerről beszélt Kecskeméten a helyettes államtitkár. Tíz évnyi előkészítő munka után célegyenesbe ért az 52-es főút Kecskemét belterületi szakaszának négysávosítása. A szükséges tervek június végére készülnek el, és a májusban a minisztériumi döntés forrást biztosít a projektre, akkor indulhat a kivitelező keresése. A nagyforgalmú útszakasz megépítésének ára 56 ingatlan egy részének kisajátítása, illetve 29 épület lebontása. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT ma délelőtti lakossági tájékoztatóján többek között kiderült, hogy az Izsáki út M5-ös autópálya és a Nagykörút közötti szakaszának felújítása három ütemben zajlik. Turbókörforgalom épül a Szélkúp közelében, a Sport utcai leágazásnál, illetve az Osan után a Benzinkút közelében is. A beruházás keretében másfél kilométer hosszan a Vízmű utca Osan körforgalom között új kétszer kétsávos utat építenek, 3,5 kilométeren pedig a már meglévő szakaszokat teljesen felújítják, és a közműveket is kicserélik. A beruházásnak része emellett másfél kilométernyi szervízút kialakítása is. A tervek szerint az egész projekt keretében 56 ingatlan rész kisajátítására kerül sor, 29 épületet pedig le kell bontani, főleg a Vízmű utca utáni szakaszon. Mint a NIF képviselői a tájékoztatón hangsúlyozták, ez az ára annak, hogy az útvonalon közlekedő napi 20 000 jármű könnyebben és gyorsabban eljusson úti céljához. A NIF környezetvédelmi szakembere is felszólalt a rendezvényen, aki az elvégzett zajmérések alapján azt mondta, hogy az adatok most is határérték felettiek, az a cél, hogy azok magasabbak már ne legyenek. Kiderült az is, hogy az útmenti lakások tulajdonosai támogatást kapnak nyílászáróik hangszigetelésére, illetve azok cseréjére is. A tájékoztatókat követően több izsáki úti ingatlan tulajdonos is szót kért. Volt, aki azt kérte, hogy a kivitelezés a lehető legrövidebb ideig tartson, hogy minél rövidebb ideig legyenek forgalomkorlátozások. Mások kifogásolták a Vízmű utca, illetve az Osan körforgalom közötti nagyszámú ingatlan kisajátításának módját. Többek szerint az erdősávok bevonásával kevesebb magánszemély területét kellene feláldozni. Volt, aki megjegyezte azt is, hogy a tervek nincsenek összhangban a városvezetés elképzeléseivel, vagyis a helyi tömegközlekedés használatának ösztönzésével. Ugyanis a tervrajzokon nem szerepelnek buszsávok. A rendezvény végén Öveges László főépítész kért szót, aki azt mondta, hogy 5-6 évvel ezelőtt minden érintett ingatlan tulajdonossal megegyezett a város. Ennek megfelelően módosították a rendezési tervet, és erre épült a beruházás is. A négysávos Izsáki út szerinte elsősorban Hetényegyháza, illetve Kadafalva felől teszi gyorsabbá a belvárosba jutást. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekté nyilvánított beruházásról lesznek még hasonló lakosságtájékoztató rendezvények. A kivitelező munkák kezdetéről nem hangzott el konkrét időpont. Annyit lehet tudni, hogy májusban születhet döntés az állami forrásról. Egy-egy ütem megvalósulásának ideje pedig 1-3 évet vesz majd igénybe. Az országban egyre több helyen van látogatási tilalom a kórházakban, most pedig Bács-Kiskun megyét is elérte az influenza járvány. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentése alapján január 27-e és február 2-a között 1665 fő fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel Bács-Kiskunban. Ez több mint másfélszerese az ezt megelőző héten tapasztaltaknak. A betegek 53%-a 0 és 14 éves gyermek, 31%-a 15 és 34 éves fiatal felnőtt volt. A 35 és 59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 15%-a,
1%-a 60 év feletti volt. A növekvő betegszámra való tekintettel a Bács-Kiskun megyei oktatókórház kecskeméti urológiai osztályán február 5-től rendelt el dr. Svébis Mihály főigazgató határozatlan időre szóló látogatási tilalmat. Ezzel együtt a tervezett műtétek halasztásra kerülnek, az akut betegellátás és a szakrendelés működése folyamatos, áll a kórház közleményében. Az influenza helyzettel részletesen kiemelő magazinunkban foglalkozunk majd. Megújul a szakképzés rendszere szeptembertől. Ennek kapcsán indult országjárás, melynek első állomása Kecskemét volt. Ma Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár látogatott el a híres városba, ahol a megyei szakképző iskolák vezetőinek tartott tájékoztatót a szakképzési törvény változásairól. Az új szakképzési rendszerről tartott tájékoztatót Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár Kecskeméten. A témák között szerepelt egyebek mellett, hogy hogyan indulhat el az év, milyen formában történnek majd a béremelések, hogyan lehet az, hogy a 21. századi szakképzés tartalmában és módszerében megújuljon, valamint hogy milyen szabályozási lehetőségek vannak. Az új rendszer az alapokra épül majd. Eddig a gyerekek, amikor jelentkeztek, akkor már el kellett dönteni, hogy mondjuk kőműves szeretne lenni, vagy burkoló. Most ez nem így lesz, hanem az első évben az építőipari ágazatról fog gyakorlatilag ismeretet szerezni. Az ehhez szükséges készségeket, kompetenciákat, milyen anyaggal dolgoznak, egyáltalán mi az adott szakma, és utána fog szakmát választani. Ezért az iskolában először egy ilyen kompetencia erősítő, fejlesztő időszak következik, ez egy év a szakképzőiskoláknál, és utána a vállalatokkal együtt történik már a duális képzés elindulása. Így megalapozottá válik a szakmák választása. Magyarországon jelenleg azt lehet elmondani, hogy minden szakma lassan hiány szakma. Ezért van szükség a rendszer módosítására, valamint egy ösztöndíjat is útjára indítanak. A kormányzat úgy döntött, hogy általános szakképzési ösztöndíjat vezet be, és ez az ösztöndíj, ez, hogy nagyságrendileg mondjam, ez körülbelül 14-15 ezer forint havonta a szakképzőiskolánál, tehát ahol kétkezi szakmát tanulnak, a technikumban pedig 8 000 forint lesz, és ez az ösztöndíj mindaddig tart, ameddig ugye munkaszerződéssel nem kezdődik el a duális képzés. A diákok tehát nem csak célirányosan, tudatosan, minden információ tudatában fognak tudni szakmát választani, hanem már olyan cégekkel is kapcsolatba tudnak lépni tanulmányaik során, ahol majd az iskola elvégzését követően beléphetnek a munkavilágába. Leier Zoltán lett a Jobbik új pártigazgatója. Az MTI kiadott közleménye szerint a Kecskeméti Szövetség a Hírösvárosért Egyesület önkormányzati képviselőjét 10 jelölt közül választotta ki a testület. Az eddigi Bács-Kiskun megyei regionális igazgatót, Leier Zoltánt választotta új pártigazgatónak a Jobbik testülete. A Kecskeméti Szövetség a Hírösvárosért Egyesület önkormányzati képviselőjét szerdai ülésén szavazta meg az ellenzéki politikai erő elnöksége. Az MTI közleménye szerint 10 jelölt közül találta őt a feladatra legalkalmasabbnak a testület. Másfél évtizeden át Szabó Gábor volt a Jobbik pártigazgatója. Őt január végén egyetlen jelöltként választotta újra másik posztján, az országos választmány élén a Jobbik tisztújító kongresszusa. A Városháza megalakulásáról és több mint 120 évvel későbbi megújulásáról tartott előadást a Kecskeméti Városszépítő Egyesület csütörtökön délután a Cifrapalotában. Az eseményen Táncos Szabó Ágota, a Bács-Kiskun megyei levéltár főlevéltárosa, a Városháza fejlődésének történetéről számolt be a közönségnek a 17. századtól a mai napig. A történéseket három szakaszra osztotta, hogy még szemléletesebben bemutassa, hogy milyen hosszú és bonyolult volt az új épület felépítése. Az előadók között szerepelt Sümegi György művészettörténész is, aki főleg Lechner Ödön építészetéről beszélt, és arról, hogy az ő művei, munkái mit jelentettek a kecskeméti építészet történetében.
Végezetül Király József műemlékvédelmi szakmérnök, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnöke beszélgetett Szűcs Viktorral, aki a városházi rekonstrukció kivitelezését végző horvát építőmester ZRT építős vezetője. A beszélgetés alatt felmerültek a cserepek, a homlokzat és a díszmotívumok restaurálásával kapcsolatos kérdések is. Az eseményről részletes beszámolót online hírportálunkon, a híres.hu-n tekinthetnek meg a későbbiekben. Egy év, 6 hónap szabadságvesztésre ítélte ma a Kecskeméti törvényszék azt a nőt, aki tavaly márciusban felügyelet nélkül engedte el 7 éves kisfiát a nagymamájához, ahol az udvarban egy rugós ágybetét borult a gyerekre. A fiú a helyszínen életét vesztette. Életét? Vádlott bűnös emberülés vétségében. Ezt az ítéletet hozták ma a Kecskeméti törvényszéken a János Halmi K. Barbara ügyében, aki 2019. március 5-én felügyelet nélkül hagyta átmenni nagymamájához 7 éves kisfiát, a gyerek pedig az udvarban életét vesztette. Kán Andor nem volt iskolában a bűncselekmény napján, hiszen az iskolában korábban tanúsított hiperaktív és agresszív magatartása miatt idéglenesen felmentették. K. Barbara a nagymamát nem értesítette a fiú érkezéséről, így a gyermek a nagyszülő udvarában egyedül játszott, ahol a kerítésnek volt támasztva egy kidobásra ítélt rugós ágybetét, ami a játék közben a kisfiúra borult. Kán Andor nyaki és gerinc sérülés szenvedett, így mire rátaláltak, már életét vesztette. Az anyát, K. Barbarát a bíróság 1 év, 6 hónap fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggeszti. A szabadságvesztés végrehajtása esetében vádlott legkorábban a szabadságvesztés büntetése 2/3 részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A vádlott csendben, szinte rezzenéstelen arccal figyelte az eseményeket. Amikor megkérdezték, azt mondta, bűnösnek tartja magát. Az ítélet jogerős. Több mint 7 év fegyházbüntetésre ítélte ma a bíróság azt a férfit, aki az internetről különböző kannabiszmagokat szerzett be, melyeket értékesítés céljából nevelgetett. A bűncselekményben még további 2 személy vett részt. Őket börtönbüntetésre ítélték ma a Kecskeméti törvényszéken. Kábítószerkereskedelem büntette miatt 7 év, 6 hónap fegyházban letöltendő szabadságvesztésre és 5 év közügyektől való eltiltásra ítélte ma a Kecskeméti törvényszék azt a férfit, aki 2016. decemberétől több hónapon keresztül majdnem 200 darab kanabiszmagot szerzett be, amit lakiteleki tanyáján nevelgetett, megfelelő feltételeket kialakítva a növényeknek. 2017 nyarán több mint 50 tő ültetvénye beért, melyeket leszüretelt és szárított. Időközben lakitelek külterületén egy másik termőhelyet is kialakított, ahol 88 tő kanabisz termesztett. A másodrendű vádlott segítséget nyújtott az ültetvények gondozásában, valamint összehozta az elsőrendű vádlottat a harmadrendű vádlottal kábítószer értékesítés céljából. M. Pászkál másodrendű vádlottat, mint bűnsegédet 4 év, 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől való eltiltásra ítélte ma a bíróság. A harmadrendű vádlott G. Zoltán 2 év, 8 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztést és 2 év közügyektől való eltiltást kapott. A KTE Hofbau 4. téli edzőmeccsét játszotta szerdán a Széktói Stadion műfüves pályáján a Jászberény ellen. A Kecskemét a végrajrában fordította meg a meccset. Szerda délután a KTE Hofbau NB3-as labdarúgó csapata a keleti csoport 6. helyén álló Jászberényi FC együttesét fogadta egy edzőmeccs keretében a Széktói Stadionban. A viharos szél megnehezítette a csapatok dolgát, az első komolyabb helyzet a 10. percben adódott a KTE előtt, azonban centikkel elkerülte a kaput. A vezetést a 15. percben így a vendégek szerezték meg, amikor Kunsági kezéből kiesett a labda, amit Balog az üres kapuba juttatott. A folytatásban inkább mezőnyjáték folyt, a 27. percben aztán büntetőz jutott a Kecskemét. A 11-est Puskás értékesítette.
1-1 volt az állás a félidőben. A fordulást követően több veszélyes helyzetet is kialakított a KTE, de ismét a Jászberén jutott előnyhöz, miután a 60. percben egy szabadrúgást követően megszerezte második gólját. A Kecskemét nem vett vissza, folyamatosan nyomás alatt tartotta a vendégek kapuját. A 85. percben Peres juttatta a labdát a rövidbe, ismét egyenlítve. Majd az utolsó másodpercekben a fordítás is összejött. A KTE Hufbau így 3-2-re megnyerte az edzőmeccset. Ez volt az a mérkőzés, amire egy edző kollégám azt mondaná, hogy úgy küzdöttünk, mint az oroszlánok, de sajnos úgy is játszottunk, főleg az első félidőbe. Most egy olyan szakaszban vagyunk, ez a negyedik hét, itt azért elég sokat kaptak a fiúk, hogy tehát fizikális felkészítésre ez jó, fáradtak voltak. Szombaton Makón folytatja a felkészülést a KTE Hufbau. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Az Izsáki út 4 sávosításáról tartottak lakossági tájékoztatót. A szükséges tervek június végére készülnek el, és ha májusban a minisztériumi döntés forrást biztosít a projektre, indulhat a kivitelező keresése. Bács-Kiskun megyét is elérte az influenza járvány. A betegek több mint fele gyermek. A kórház urológiai osztályán szerdától látogatási tilalmat rendeltek el. A változó szakképzési rendszerről tartott tájékoztatót a megyei szakképzőiskolák vezetőinek Kecskeméten Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár. Lejer Zoltán lett a Jobbik új pártigazgatója. Az MTI kiadott közleménye szerint a Kecskeméti Szövetség a Hírösvárosért Egyesület önkormányzati képviselőjét 10 jelölt közül választotta ki a testület. A hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk műsorunkat a kiemelővel, amelyben vendégünk lesz Péterné Fehér Mária, nyugalmazott főlevéltáros főtanácsos. A téma a 70 éves Bács-Kiskun megye lesz. Sikerült beszélnünk a fiatal kecskeméti kosárlabdázóval, Gereben Líviával, aki egy percig sem adta fel a leukémiával folytatott küzdelmét, és már a visszatérését tervezi. Valamint részletesen szólunk a már megyénket is elérő influenza járványról. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím hírös.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskemétitv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap este 7-kor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!